is életünk témája szemléltetni azt, hogy hogyan lehet átkristályosítani a tengervizet, és bizonyos mennyiségű sót kinyírni. Ismerjük azt, hogy a tengervíz sótartalma általagosan 35 ezrelék, mi ezt mesterségesen próbáljuk bemutatni, amit úgy is nevezünk, hogy megpróbáljuk bepárolni ezt az oldatot. A bepárlásnak az a lényege, hogy több komponensű rendszerek forráspont különbség alapján elválaszthatók egymással, vagy egymástól. Következő kísérletünkben 100 köbcentiméter vízhez 3,5 g sót helyezünk. Ezt elkavarjuk, és elkezdjük melegíteni, és melegítés hatására forráspont különbség alapján elválik a tengervíznek az összetevője egymástól. A víz 100 Celsius fokon elkezd párolni, és a konyhasónak, a nátriumkloridnak a forráspontja jóval magasabb, és ez később válna ki az oldatból, de erre már lehetőség nincsen, mert annyira nem melegíti fel a tengervizet a nap melege. Körülbelül fél óra múlva tapasztalhatjuk azt, hogy a só oldatban található víz elpárolgott, és visszamarad a tengervíz sótartalmáért felelős nátriumklorid só, amely lerakódott a kémcső oldalára, illetve az aljára.